Cristiano Ronaldo egy három nevet tartalmazó kívánságlistát adott át Florentino Pereznek, a Real Madrid elnökének. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Bernd Storck is jelölt a Dortmund vezetőedzői posztjára. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb focival kapcsolatos híreit. További foci hírekért és érdekességekért kövesd a TikTok a TV, Facebook, illetve Instagram oldalát is. És ha nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára! André Villas-Boas, a Porto, a Chelsea és a Tottenham korábbi edzője bejelentette, hogy ő is részt vesz a 2018-as Dakar Rallyn. A jelenleg a kínai Shanghai-t irányító portugál szakember az autósok között indul egy Toyota Hilux-szal, navigátora pedig a korábbi motorversenyző Ruben Faria lesz. A 2011-ben a Portóval Európa Ligát nyerő, még mindig csak 40 éves Villas-Boas már tinédzser kora óta rajong az automotorsportért, és elmondása szerint ezzel most egy régi álma válik majd valóra. Érdekesség, hogy nagybátyja Pedro Villas-Boas 1982-ben ugyancsak részt vett a Dakar Rallyn. A portugál edző az Overdrive csapatának kötelékében vesz majd részt a jövőre, már 40. alkalommal megrendezendő versenyen, amely január 6-a és 20-a között zajlik, útvonala pedig Perún, Bolívián és Argentinán keresztül vezet. Pénteken Moszkvában tartják a jövő évi oroszországi világbajnokság csoportbeosztásainak sorsolását, amelynek a bájos Maria Komannája lesz az egyik házigazdája. Azonban az iráni focidrukkerek nincsenek attól elragadtatva, hogy egy ilyen szépség is részt vesz ezen az eseményen, mivel félő, hogy miatta lemaradnak majd a legfontosabb fejleményekről. Az iráni állami televízió ugyanis élőben közvetíti a sorsolást, de amennyiben Maria Komannája túlságosan alulöltözött lesz, a műsor többször is megszakítják majd, miután a szigorú iszlám szabályozások tiltják azt, hogy lengén öltözött nők kerüljenek a képernyőre. Emiatt több iráni drukker is arra kérte a műsorvezetőt, hogy ha teheti, akkor figyeljen oda a kellően zárt öltözékre, mivel nem szeretnének lemaradni miatta a sorsolás legizgalmasabb pillanatairól. Hasonló dolog történt a 2014-es braziliai VB megnyitó ünnepségekor is, amikor néhány percig szünetelt a közvetítés a riói szamba táncosok miatt. Olaszországi sajtóinformációk szerint nem túl idilli a hangulat jelenleg a Juventus öltözőjében, és klikkesedés alakult ki a kemény mag, vagyis a klubot régóta szolgálók, illetve a külföldi játékosok között. Úgy hírlik, legutóbb olyan hevesre sikerült a vita a két csoport között, hogy három idegen légiós már közölte is a torinóiak vezetőségével, hogy januárban mindenképpen távozni szeretnének a csapattól. Hogy pontosan ki lenne ez a három játékos, arról nem szólnak a hírek, ám egyesek azt állítják, hogy az egyik ilyen futbolista a nyáron a Bayern Münchentől érkező Douglas Costa. A klub régebbi játékosait leginkább az zavarja, hogy az újakban nincs meg a mindenáron győzni akarás, ami a legutóbbi hat évben a fő jellemzője volt a sikert sikerre halmozó csapatnak. A Juventus jelenleg csak a harmadik helyen áll az olasz bajnokságban, 4 ponttal lemaradva az éllovas Napoli együttesétől. Azonban most pénteken lehetőségük nyílik faragni a hátrányból, hiszen a zebrák éppen a nápolyok otthonába látogatnak. Nagy a felfordulás a Borussia Dortmund házatáján, minek következtében hamarosan Peter Bosz vezetőedző és a csapat legnagyobb sztárja Pierre-Emerick Aubameyang is távozhat az együttestől. A sárga-feketék 6 meccs óta nyeretlenek a Bundesligában, ráadásul legutóbb a Schalke elleni Ruhrvidéki derbit 4-0-ás félidei vezetés után sem tudták megnyerni, ami végképp kiverte a biztosítékot a klub vezetőinél. Habár a holland szakember a napokban úgy nyilatkozott, hogy biztosnak érzi állását, ám németországi hírek szerint a Dortmund már lázasan keresi az egykori Ajax edző utódját. A legesélyesebbnek Julian Nagelsmannt, a Hoffenheim fiatal trénerét tartják, azonban mint lehetséges jelölt felmerült a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányának, Bernd Storcknak és segítőjének Andreas Müllernek is a neve. Igaz, rájuk elsősorban átmeneti megoldásként gondolnának a Ruhrvidéki együttesnél. A Dortmund remekül kezdte a bajnokságot, ám immár 2 hónap óta képtelenek nyerni, amely következtében az 5. helyre csúsztak vissza a tabellán.
hogy valami nincs rendben a klub házatáján, a házi gólkirály Aubameyang esete is mutatja, akinek megromlott a viszonya az együttes elöljáróival, és emiatt már jelezte is távozási szándékát. A támadót a Chelsea igazolhatja le, akiknek 60 millió eurót kellene fizetniük a gaboni játékosért. A FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 2021 nyarán szeretné megrendezni a több csapatot is magába foglaló új kialakítású klubvilágbajnokságot. Terveik szerint ez a torna is 4 évente 24 csapat részvételével kerülne megrendezésre, és nagyjából 20 napig tartana. A FIFA azért a 2021-es évet választotta, mivel akkor sem EB, sem BB, sem pedig Copa America nem kerül megrendezésre. A hírek szerint a torna ötlete magától a szervezet elnökétől, Gianni Infantinótól származik, aki ezzel szeretné felváltani a válogatottak számára megrendezendő konfederációs kupát. Európából egyébként 12 csapat képviselhetné magát a klub VB-n. Ebből 8 hely jutna a Bajnokok Ligája legutóbbi 4 döntőjének részvevőinek, a maradék 4-et pedig a legjobb UEFA együtthatóval rendelkező együttesek kapnák meg. Ezen kívül Dél-Amerikából 5, Észak-Amerikából, Afrikából, Óceániából és Ázsiából 2-2 csapat indulhatna el a tornán. Cristiano Ronaldo nincs elragadtatva a Real Madrid átigazolási politikájától, és nem tetszését fejezte ki azzal szemben, hogy a klubja nyáron eladta Pepét, Moratát és James Rodriguezt is, a helyükre pedig nem érkezett megfelelő pótlás. A portugál klasszis még nem mondott le arról, hogy csapata ledolgozza a Barcelonával szembeni 8 fontos hátrányát, ám ehhez szerinte januárban mindenképpen meg kell erősíteni a keretet. Ezek után egy 3 nevet tartalmazó kívánságlistát adott át a klub elnökének, Florentino Pereznek. Ezen a listán Gonzalo Guedesnek, a Valencia támadójának, Marquinhosnak, a Paris Saint-Germain védőjének és Kepának, a Bilbao kapusának neve szerepel. Utóbbi játékost akár ingyen is megszerezheti a királyi gárda, hiszen jövőre lejár a szerződése jelenlegi klubjánál, abár a madridi vezetés inkább a De Gea, Courtois kettősből választana kapust a következő szezonra. Ha tetszett az összeállítás, akkor oszd meg, lájkold, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy időben értesülj legújabb videóinkról!